Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a legújabb részben. Az én nevem Zöld Gergő, és ebben a videóban a tegnapi nap folyamán megrendezett Old School BMX találkozóról fogok nektek beszámolni. Kezdjük is! A helyszín a Nógrád megyei nőtincs volt. Azon belül is a meseszép nőtincsi horgásztó. Mire én megérkeztem, már ki voltak pakolva a bringák, a sátra, a félcső, illetve a személyes kedvencem, a water jump szekció is. Amit kb. Az érkezés utáni első percekben be is teszteltem egy jó kis hátraszaltóval. Kipakolt bringák fantasztikusak voltak. Ennyi 80-as évekbeli BMX-et soha nem láttam egy helyen. Ami nem is csoda, hiszen a programban szerepelt egy BMX szépségverseny is. Miután a Velvet Team többi tagja is megérkezett, elkezdődött a Velvet BMX Contest, ahol P-nagy Tomi és én voltunk a zsűri. Tartottunk egy rövid Riders Meetinget, ahol elmondtuk a srácoknak a pontozási szempontokat, miképpen fogjuk értékelni az ugrást, és ezek alapján fogjuk majd kihirdetni a győztest. Fú, de volt ott minden. Bevágok pár klippet. A verseny után elmentünk kajálni, illetve összesítettük a pontokat, aztán a felállított félcsőben nyomtunk egy rövid kis session. Nagyon jó! Délután a Flatlander srácok is nyomtak egy nagyon színvonalas kis bemutatót, ez külön tetszett, ugyanis nagyon régen láttam a Flatlander srácokat itt testközelből bringázni, nagyon jók voltak a kombinációk, jók voltak a trükkök, ez külön tetszett, illetve megvolt az eredményhirdetés is. Eközben lenne a stégen, ahol az egész vízbeugráló jam volt, előkerült a NASZ nép, és szemtanúi lehettünk egy kis esküvőnek, és akkor ott utána az ív mellett volt az egész házasságkötés, illetve a fotózkodás az is tök jó pofa volt. Aztán esőre állt egy kicsit, még amikor a félcsőben bicikliztünk Tomival, akkor már olyan borús volt az idő. Egy kisebb széllel kezdődött, aztán az egyik pillanatról a másik csak annyit vettünk észre, hogy a sátorba kapaszkodtunk, leszegett fejjel, mert hogy felnéztél, akkor semmit nem láttál, csak szürkeséget, port, gajakat, leveleket, pólót, széket, mindent fújt a szél. Hallottuk, hogy recsennek a fák. Reméltük, hogy senkit sem fog eltalálni, ugyanis az egész egy ilyen ligetes kis erdőben zajlott az egész rendezvény. Hála jó Istennek így is történt, ugyanis nem sérült meg senki, amire azért jócskán volt esély. A fák a gyökerestől forgatta ki a szél, hatalmas ágak törtek le, aminek egy része az autókon landolt, azok nem tudtak mozdulni, így a többi autó sem tudott kimenni a helyszínről. Gyakorlatilag 5-10 perc leforgása alatt teljesen elsöpörte a bulit a vihar. Eléggé para volt a szitu, de utána pillanatok alatt rendeződtek az emberek, egymásnak segítettek, előkerültek a láncfűrészek, tűzoltók is kb. Fél órán belül a helyszínen voltak, és megkezdődött az eltakarítás a fáknak, a gajaknak. Így összességében egy élményekkel teli napot zártunk, ringáztunk, fürödtünk, beszélgettünk, találkoztam nagyon sok BMX-et kedvelő, nálam jóval idősebb arccal, láthattam ezeket a gyönyörű BMX-eket. Szóval mindenkit bíztatok, hogyha a jövőben lesz ehhez hasonló esemény, akkor látogasson el. Családi programnak is tökéletes. Így telt a tegnapi napunk, elég eseménydús volt. Remélem tetszett ez a kis összefoglaló formátum. Ha igen, dobj egy lájkot, iratkozz fel, esetleg kövess be Instán, és találkozunk jövő héten a következő videóban. Peace!